Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A cím talán furcsának tűnik, és most esetleg némelyek azt gondolják, hogy Jézus Isten, már miben nem kontárkodik ez az ember. Azt hiszem, itt az ideje, hogy elmondjam az elmúlt 40 évben én elkötelezettem, foglalkoztam emberekkel. Az elmúlt 40 év alatt 8 féle pszichoterápiás kiképzést kaptam. A tavaly megjelent törvény alapján, mivel nem vagyok klinikai szakpszichológus, ennek következtében nem végezhetek pszichoterápiát, úgyhogy én ezt be is fejeztem. Nincs ezzel semmi baj. 40 évig csináltam, és olyan mestereim voltak, mint a dr. Koronkai Bertalan, vagy a Süle Ferenc, vagy lehetne még sorolni, sokan látják a csatornámon dr. Daubner Bélát, dr. Bíró Gyulát, tehát vannak jó páran, akik segítettek engem ezen az úton, támogattak ezen az úton. Még külföldiek is voltak. És hát az a helyzet, hogy rengeteg nővel dolgoztam az életem folyamán. És azt hiszem, itt az ideje beszélnünk egy picit erről a kérdésről. Ugye mondom, most már nem vagyok terapeuta, nem nevezhetem magam már annak, mert különben börtönbe zárnak. Úgyhogy, de hát azért a tudást, amit megszereztem, az ma is ül, vagy áll, és a szakmában kaptam elismerést is. Na most az a helyzet, hogy hát hogy kellene kinézni egy nőnek? Már bocsánatot kérek, de megint eljutottunk oda, és ki fogja ezt megmondani? Kinek van joga ahhoz, hogy megmondja, hogy kell kinézni egy nőnek? Most, mint asztrológus beszélek. A külső jegyek, azok meghatározóak a születés pillanatától kezdve, ha visszamegyünk, akkor genetikailag is, de ezek a kódok, ezek összefüggésben vannak egymással. Tehát a születés pillanata és a genetikai kód, azok összefüggésben vannak egymással. Már csak azért is, mert ha egy fogantatási horoszkópot állítunk fel, akkor jól látjuk, hogy a fogantatási horoszkópnak abszolút következménye a születési horoszkóp, tehát egyikből adódik a másik. Ezek pillanatok, amelyeket időminőségeknek nevezhetünk, és ha valaki egy adott időminőségben indul, fogan, akkor egy következő adott időminőségben látja meg a napvilágot, amelyek egymással analógiában vannak. Nos, induljunk el abból, hogy az első és legfontosabb a külsőnket illetően, ez férfira nőre egyaránt igaz, az aszcendensnek a jele, az aszcendensre fényszöget adó bolygó, ha nehogy Isten ott áll az aszcendensen valamelyik, az nagyon erőteljesen rányomja a bélyegét, ezért vittem hátrébb az aszcendensét Joe Bidennek, mert annyira merkúrikus a külseje. És akkor
még beszélhetünk a születési uralkodóról, a napnak a jeléről, amely különösen akkor lesz nagyon fontos, ha az aszcendens az oroszlánban van, ergo ebből következik, hogy a napjel esetén, ugye ha a nap születési uralkodó, akkor más jelek esetén a születési uralkodó is visszahat, a hat az idézőjelbe, tehát összefüggésbe kerül az aszcendens jelével, mert annak az ura, és ezáltal a külsőbe belejátszik. Tehát van egy adottság. Ha valaki egy szűz aszcendenssel születik, nagyon rendkívüli állásokkal kell rendelkezzen, hogy vastag legyen a szája. Vannak típusok, akik, ha úgy tetszik, most nőkről beszélünk, hát egy mondjuk ritka az a bika, akinek a kebel méretei nem jó nagyok. És ritka az az ikrek, akinek nagyok a kebel méretei. Tehát vannak bizonyos adottságok, mint ahogy egy diófa is másképp néz ki, mint egy fenyőfa, és a fenyőfa is másképp néz ki, mint egy akácfa. Tehát egyszerűen észre kell venni, hogy a külső az nem egyforma. Na most, ha nem egyforma, akkor már eleve itt meghal az a dolog, hogy hogy kell kinézni egy nőnek, mert hiszen nem azonosak az emberek. Sőt, nagyon is különbözőek. Ha azt kérdezzük, hogy hogy öltözködjön egy nő, az egészen más, mert az már egy divatossági kérdés, és itt megint figyelmet kell szentelnünk arra, hogy másképp öltözzön az a nő, aki mondjuk teszem az 152 centi magas, és másképp öltözzön az a nő, aki 172 centi magas. Másképp öltözzön az a nő, akinek, mit tudom én, a csípő mérete 50 valamennyi, és másképp, akinek 70 valamennyi. Tehát, hogy csak egy pár ilyen összefüggést mondjunk. Vagy itt van például, ugye, ha valakinek vékony a szája, már pedig vannak olyan jelek, a bak, a szűz, azok nem szoktak vastag szájúak lenni, ezek szigorúságot szimbolizálnak, külsőleg egy vékony száj, az a szigorral van összefüggésbe. Ritka dolog az, hogy egy matematika tanárnőnek vastag szája legyen, tessék utána nézni, vagy egy fizika tanárnőnek. Tehát általában azért ezek egyike adja, tehát egyikből következik a másik, tehát a külső az valamilyen szinten visszautal a belsőre. Tehát egy biztos, nem lehet egyenköpenyt ráhúzni senkire, és másképp öltözzön egy 20 éves, és másképp öltözzön egy 40, és másképp öltözzön egy 60 éves nő, mert saját magát nevetteti ki az a 60 éves, aki úgy öltözik, mint egy 20 éves. Ez a helyzet. Ha egy 20 éves lány olyan miniszoknyát vesz fel, hogy szinte kilátszik a bugyia, azzal nincsen probléma, mert ő 20 éves. Bár hozzá kell tegyem, hogy koronta változott a divat, tehát nyilván ezt elképzelni az 1900-as évek elején, hát bevitték volna a rendőrségre. Köszönérem sértését. Na most, ha azt is figyelembe vesszük, hogy megváltoztak ezek a, tehát sokkal nagyobb a szabadság és a szabadosság, bocsánatot kérek, akkor nyugodtan mondhatjuk azt,
hogy egy 60 éves nő, ha majdnem kim van a bugyija, akármilyen jól tartja magát, más az üzenete. Ez a helyzet. Más az üzenete. Természetesen, ha egy 60 éves nő nagyon egyedül van, és nagyon szeretne férfit szerezni magának, ez lehet egy ötlet, amivel szerez, csak nem biztos, hogy azt a minőséget kapja, amit szeretne esetleg kapni. Ugyanakkor mondhatjuk azt is, hogy azzal nincsen semmi baj, ha egy nő 60 évesen felvesz egy miniszoknyát a férjének, amelyből szinte kim van a bugyija, mert akkor azt lehet mondani, hogy még ismeri, hogy mi a dörgés, ugye? 60 évesen még egy vérmes nő, és nagyon, nagyon tud még hatni a férjére, mert hiszen, ha a férje kineveti, akkor nem fog így felöltözni. Tehát először ez volt nagyon fontos, hogy tisztázzunk valamit, hogy más a kor, más a termet, tehát minden termet másképp néz ki, és ha ruhákról beszélünk, akkor természetesen minden nőnek olyan ruhát érdemes felvenni, amiben előnyösen, úgymond, mutatja meg magát a külvilágnak. Na most arról beszéltünk, hogy az asztrológiai alapok fontosak, mert másképp néz ki mondjuk egy szűz, másképp néz ki egy bika, másképp néz ki egy ikrek. De azt is figyelembe kell venni, hogy nagyon sok esetben, amikor azt mondták, hogy nézd meg az anyját, vedd el a lányát, hogy igazában véve a mama termetét, az nagyon gyakran genetika, ugye? Ez a genetika. Tehát az édesanyja termetét, az nagyon gyakran örökli a kedves leányka. És ha fiatalosan még másképp is nézett ki, 40 után kezd egyre inkább az anyjára hasonlítani. Na most... minden olyan elem, amelyet magunkban ellenségesen fogunk fel, elutasítóan, megbélyegzően fogunk fel, az nagyon sokat árt önmagunknak. Tudniillik, minél jobban irtózunk az anyánk termetétől, annál inkább olyanná fogunk válni. Ha elfogadjuk, hogy az édesanyánk ilyen, és ezért ettől függetlenül nekünk az édesanyánk, szeretetre méltó asszony megszült minket, stb. De szeretnék egy picit a formán változtatni, nem abban az értelemben, hogy plasztikai sebészhez fordulok, hanem abban az értelemben, hogy jobban odafigyelek, ma már, tehát az alakomra, és arra, hogy hogyan mozgok. Ma már léteznek úgynevezett személyi edzők, akikről most én nem mondanék véleményt, mert nem ismerem igazán őket. Nyilván köztük is van jobb, meg kevésbé jó, mint ahogy minden szakmában, mindenhol megtaláljuk a ügyetlenebbeket is, meg a teljesen profizmussal rendelkezőket. Nyilván azt érdemes ilyenkor ennek a hölgynek megtenni, először is, hogy figyeljen magára, áldozzon saját magára, és menjen el, és keressen egy személyi edzőt, és mondja el, hogy az izomzatának a formálásával hogyan tud egy picit más alakot
elérni, mint az édesanyjáé, ami nem azt jelenti, hogy nem fogadja el, még egyszer mondom, a mamát, hanem azt jelenti, hogy kis változtatásokat akar csak eszközölni saját magán, nem nagyokat, hanem kicsiket. Kicsiket, amelyek előnyösek számára. Na most a helyzet az egyébként nem itt kezdődik, és én most belecsaptam egy picit a közepébe, de menjünk most vissza az elejére. A gyermek önképe magáról alapvetően múlik a szülői ház, és azon belül a közvetlen rokonság elfogadásán. Ha mindenki oda van azért a gyerekért, hogy milyen édes, hogy milyen kedves, hogy milyen tüneményes, kislányoknak sokat mondják, hogy milyen szép kislány vagy, milyen gyönyörű kislány vagy, akkor egy jó ideig az önkép, tehát az önmagunkról alkotott képünk, az kedvezően fejlődik. Sajnos manapság, és ez nyilván adott a társadalmi beágyazódástól, tehát előfordulhat, hogy a kislány elmegy az óvodába, 3 vagy 4 évesen, tehát nagyon korán, és ott megszólják. Megszólják a ruházatát, vagy mit tudom én, az óvónéni tesz egy rossz megjegyzést a kislány külsejére. Vannak ilyen óvónénik, higgyék el. Tudnék mesélni, az én 4 gyereket neveltem fel, 4 gyerekem járt óvodába, elképesztő dolgokat tapasztaltunk meg, nagyon vad dolgokat. Nagyon vad dolgokat. Volt olyan helyzet, hogy azt mondtam a nejemnek, hogy menj le, intézd el, mert ha én megyek le, börtönbe fognak csukni. Esküszöm, hogy így volt. Tehát az az óvónő úgy viselkedett a gyerekemmel, mint egy auschwitzi táborban egy kápó. Nem viccelek. Nem viccelek, nagy botrány lett belőle, és aztán kénytelenek voltunk átmenni egy másik óvodába. Na, a lényeg, hogy jön az óvoda, jön az iskola, és ott már kikezdhetik az önképet. Tehát amikor gusztustalan módon kinevetik, gúnyossak vele szemben, rossz megjegyzéseket tesznek, különösen lányoknak, hajára, ruhájára, szemére, stb., akkor az a kislány hazamegy sírva, és teljesen összeomlik, hiába kapott ő eddig egy nagyon pozitív felépítményt otthon. Minden gyerek szeretné, ha megismétlődne az az elfogadás, amit otthon kapott. Ugye most nem vesszük a rosszabbik esetet, hogy otthon se fogadták el, na, ott már kell keresni egy pszichoterapeutát. Én már nem vagyok az. Na, a lényeg a következő. Amikor az illető gyermek bemegy az iskolába, akkor elfogadást szeretne kapni. Ugyanazt az elfogadást, amit otthon megkapott. Ha otthon nem kapott, akkor pláne az iskolába szeretne elfogadást kapni. Tehát azért mondom, hogy ez így eléggé megkeveri a dolgokat, és talán még az óvodában nem, de már ott is előfordult, én már hallottam ilyet, de elkezdődik az iskolában egy öltözködési verseny. Úgyhogy a szülők teljesen rosszul vannak, pláne akinek nincsen túl magas fizetése, hogy hazajön a lánya, és elkezdi mondani, hogy neki milyen ruhákra lenne szüksége, mert ő csak azzal jár iskolába. A
Azért érdemes idénkor egy picit úgy eszünkbe juttatni azt a mondatot, amit a Teremtés könyvében olvashatunk, amikor Isten megteremtette az embert és befejezte teremtése művét, meg volt elégedve a művével. Hát akkor könyörgöm az Isten szerelmére. Hát mindannyian olyanok vagyunk, hogy Isten kedves gyermekeiként tekint ránk. Hát de nem jövök be a Kálmánnak. Hát akkor mi van? 4 milliárd pasi van a világon, nehogy már csak a Kálmánnak jöhessek be. Tessék csak belegondolni, hogy a képletben 360 fok van. 360. Emberből 4 milliárd. Hát ha, mit tudom én, mondjuk a 8-as házam a Bakban van, baktípusú pasikra vagy nőkre bukom, hát akkor keresgetnem kell a baktípusú nőket, meg a férfiakat, és hát biztos vagyok benne, hogy több olyan kiadást teremtett az Isten. Higgyük el, a természet bőségesen gondoskodott mindenről. Bőségesen gondoskodott. Tehát nem egy pasit teremtett számomra, hanem többel is érezhetem azt, hogy lelkitársak vagyunk, meg ikertársak, meg ezt a hülyeséget, mert ettől viszont tényleg kibukom. Hiszen mi az, hogy lelki? Tehát, kedves néző, mindegyikükkel lélektárs vagyok, mert egy lélek van, egy nagy közös lélek, Isten a nagy közös lélek, tehát mind lélektársak vagyunk. Igazában véve ezek a, ez az iker, meg ez mind arra jó, hogy valahogy megmagyarázzam a saját lelki nyomoromat, meg megmagyarázzam azt, hogy nem tudok magammal és a környezetemmel mit kezdeni, mert ha magammal tudok mit kezdeni, a környezetem nem érdekel annyira. Ha magammal jó viszonyban vagyok, ha magammal jó viszonyt ápolok, ha magamat elfogadom, ha magamat jó nőnek, vagy jó férfinek, jó pasinak tartom, akkor nem érdekel, hogy mit mond Kovács Gusztáv, vagy mit mond Nagy Aranka. Ez a helyzet. Tehát az önbizalom az az alapja mindennek. Viszont a kisebbségi komplexusok, azok félelmetes, hogy mennyire ártalmasak. És mivel ma még ez is rá van rakva, meg hogy mi a trendi, és ugyan már ki mondja el, hogy mi a trendi a divatdiktátorok, mert Giorgio Armani az micsoda? Az nem kakált be gyerekkorába? Az nem fog meghalni? Ne szórakozzunk már. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem vehetek fel hagy hozzam fel példának magamat. Amit most rajtam látnak, ez egy Lévi-Strauss farmering. 14 éves koromban nagyon komoly érték volt a 60-as évek elején egy Lévi-Strauss, vagy egy Lee Farmer, amit nagy nehezen lehetett hozzájutni. Mindig vágytam egy ilyen Farmer ingre, mert nagyon tetszett nekem. De nem az tetszett nekem, hogy a Kovács Gusztinak volt ilyen, hanem tetszett ez a visel, tetszett ez az ing, tetszett ez a típus. És aztán már egy lassan vén ember lettem, amikor hozzájutottam ehhez az inghez. Sose volt ilyen ingem. Szeretem ezt az inget, szeretem a kék színét, szeretem a fazonját. De nem azért, mert valaki azt mondta, hogy ez a trendi. És az se érdekel, ha valaki azt mondja, hogy ez nekem nem áll jól. Mert nekem, tetszenek kedves nézők érteni, amit mondok? Nekem. Az én gondolkodásomban ez az ing nekem jól áll. És nem érdekel, hogy Buga Jakab mit gondol erről. Buga Jakab azt gondol róla, amit akar. Magasról letojom. Értik? Nem azért, mert indulatból, hanem azt, hogy mondjam, én egy nyugodt békességben élő ember vagyok, nem erről van szó. Arról van szó, hogy
önöket szeretném kirobbantani, önöknek szeretnék végre erőt adni, hogy értsék már meg, hogy az a fontos, akkor lesznek harmóniában, ha önmaguktól lesznek abban. Nem a másik embernek kell megmondani, hát Ágikám, most harmonikusnak látlak, hát Ágikám, ma nem vagy harmonikus, hát tök mindegy, hogy mit mond. Az a lényeg, hogy a szívünkben érezzük a helyén a szeretetet. Belül önmagunk számára elfogadó módon álljunk önmagunkhoz. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetek elfogadó másokhoz, nem lehetek tekintettel másokra, de először meg kell találnom a saját középpontomat, meg kell találnom a saját helyemet ezen a világon, mert ha nincs meg a saját helyem, és nincs meg a saját középpontom, akkor semmi sincs a helyén, és abszolút rosszul érzem magam a bőrömben. Minden nő tud vonzó lenni, ha önmagában tisztában van az adottságaival. Minden nőnek vannak csodálatos pillantásai. Minden nőnek vannak csodálatos arcvonásai. Mert hiszen az arcunk az mindig más. Tessék csak belegondolni, milyen az arcunk, amikor éppen alszunk. Milyen az arcunk, amikor éppen álmos szemekkel kibotorkálunk a WC-re? Milyen az arcunk akkor, amikor kapunk egy elkeserítő hírt? Milyen az arcunk akkor, amikor sikeresen odakozmáltuk a tejbegrészt? Hányféle arcot vágunk naponta? Hányféle tekintettel nézünk a világra? Imádom a női arcokat. Há, Istenem, úgy szeretném átadni a drága nőknek, hogy mennyire gyönyörűek, hogy mennyire csodálatosak. És mindenkinek van szép arca, vonzó arca. És nem az a lényeg, hogy mi a trendi. Mert feladatukkal jöttünk erre a világra, és nem állhatunk be egy másik ember helyére, egy másik ember feladatait elvinni. Tessék belegondolni, itt van ez az Angelina Jolie. Gyönyörű nő? Hát persze, hogy gyönyörű nő. Már mind a két mellét levetette. Nehogy rákos legyen, és inkább csináltatott magának. Kérem szépen, az ilyen ember, mindegy, hogy világhírű színésznő, ez egy beteg ember, ez lelki értelemben egy tropa ember, ez borzasztó, ez egy tragédia. Ez a nagy helyzet. Nincs rendben. Tehát tele van aggodalommal, tele van félelemmel. Azt kívánom maguknak, hogy sokat tudjanak mosolyogni, mert a mosoly az szépít. Mindenkit szépít a mosoly. Mindegy, hogy hány kiló, lehet 100 kiló is, akkor is, ha mosolyog, szép lesz az arca. Viszont az eltorzult arc, a sírásra biggyeztett száj, az nem a jónak a kisugárzása. Az azt jelenti, hogy maga alá teremtett a rossz. Maga alá teremtettek a rossz érzések. Akkor nem tudom magam adni. A legszebb ruhába fel lehet öltöztetni egy nőt, aki össze van rogyva lelkileg. Semmit nem fog jelenteni. Viszont nem kell, hogy valami, mit tudom én, a szépség királynő legyen a megválasztott szépségversenyen, de ha jól érzi magát,
akkor egy szép ruhába a bál királynője lesz. Egyszerűen másoképp működik, mások lesznek az adottságai. És igazában véve én azt tudnám javasolni, drága hölgyek, különösen most a hölgynézőknek mondom, hogy tessék szíves visszamenni egy picit a múltba, nyilván a fiatalabb lányoknak még kevésbé van múltjuk, meg kéne keresni olyan pillanatokat, amikor olyan nagyon jól érezték magukat a bőrükben, olyan nagyon egybe volt minden, de legalábbis nagyon közelített hozzá. Mindig arra gondoljunk, mert valaki most azt mondja, hogy nem voltam tökéletes. Tökéletes az Isten. Az Isten a tökéletes. Mi egy kicsit mindig tökéletlenek vagyunk, éppen ez a hajtóerő, hogy végre az Istenhez érkezzünk. Tehát magyarul, amikor mi a tökéleteset akarjuk, az pont azt jelenti, hogy az Istenné akarunk válni. Tehát ez a legjobb hajtóerő, hogy ebbe az irányba haladjunk. De most nem vagyunk tökéletesek. Ezért, amikor egy picit is úgy bele tudok simulni a környezetembe, bele tudok simulni a lelkembe, bele tudok simulni egy jó érzésbe, egy csodálatos zenébe, na akkor vagyok önmagam. Akkor vagyok önmagam, és ezt kellene megfigyelni, hogy ilyenkor milyen vagyok. És ezt kéne gyakorolni, hogy minél többször legyek ilyen állapotban. Mert ha ilyen állapotban vagyok, akkor nagyon vonzó nő vagyok. Akkor mindegy, hogy milyen a combkör méretem, mindegy, hogy mekkora mellem van, olyan kisugárzásom lesz, hogy egyszerűen a pasik úgy rohannak utánam, mintha nem tudom magamról levakarni őket. Tehát egy vidám nő, egy humoros nő, egy kedves nő, egy mosolygó nő, az ilyen nőket imádják a férfiak, és nem azzal foglalkoznak, hogy mekkora feneke van. Ez a nagy helyzet. Aztán most hadd mondjak valamit, ami kifejezetten, most eddig úgy beszéltem, mint egy volt terapeuta. Most pedig úgy beszélek, mint egy férfi. Hát azért, az is vagyok. Nagyon sok nő elköveti azt a hibát, hogyha mi férfiak megdicsérjük, akkor így elkezd így mellé állni önmagának, hogy ugyan már, hát ne viccelj már, hogy én, hát nem. Kérem szépen, egy dicséretet is tudni kell fogadni. A férfiak, ha megdicsérnek egy szép nőt, megdicsérik a hajáért, a formájáért, a gyönyörű ruhájáért, teljesen mindegy, a személyért, akkor ezt a férfiak ott, akkor, abban a pillanatban őszintén mondják. Tessék szíves már elfogadni. Mert ez is egy fontos kérdés, hogy rengeteg nő, én szeretem a nőket dicsérni. Hát elképesztő, hogy mit összepukkedliznek, hogy nem én, meg jaj, meg hogy gondolja már, meg hát borzasztó. Tehát sokszor tényleg azt kell mondanom, hogy egy tragédia, amit előadnak a drága hölgyek. Bocsánat, akinek nem ingen, ne vegye magára. Tisztelet a kivételnek, de nagyon kevés a kivétel. 70 évem, közel 70 évem alatt nagyon kevés kivétellel találkoztam, azért csináltam ezt a filmet. Hogy legalább már az utódaink, a ma 20 éves vagy 30 éves nők, azok simuljanak már bele önmagukba, és érezzék már jól benne magukat. Még annyit a trendiről hagy mondjak el, hogy az a trendi, amit maguk annak képzelnek. Az a trendi. Nem az, amit a XY megmond. Ha egy nő jól öltözik, az jó dolog.
De ha egy nő a lelkében továbbra is tud vonzalmat kelteni, akkor egy bugyiban is jól néz ki. Ez a nagy helyzet. Tehát ruha teszi az ember, tudom, vitathatatlan, hogy vannak lélegzett elállító ruha költemények, és biztos, hogy vannak jelenetek, különösen filmjelenetek, de én hadd mondjam azt, hogy olyan jó lenne egy-két nőt lefilmezni, hogy megérkezik egy bálba, vagy megérkezik egy estére, vagy megérkezik egy vacsorára. És különösen, miután már elég sok országot bejártam az életem során, én nem akarok most itten mindenáron összehasonlításokat tenni, de elfogult vagyok a magyar nőkkel. Ez a nagy helyzet. A magyar nők nagy része az egyszerűen gyárilag gyönyörű. Gyárilag gyönyörű. Van, akin egy kis kontúrt kell változtatni, van, amit egy kicsit rejteni kell, de a magyar nők többsége, tényleg a többsége, szerintem, nem akarok százalékokat mondani, legalább a 80%-a a magyar nőknek egyszerűen gyönyörű. Fantasztikus. És a maradék 20, az se csúnya, csak meg van rogyva lelkileg, és ezért őt lélekben kellene egy kicsit erősítgetni, hogy jobban érezze önmagát abban a saját testben, amiben van. Nem akarom én ezt túragozni, szerintem érthető voltam. Ha mégsem, akkor majd úgyis a bejegyzésekben elmondják, kapok hideget, meleget, nem probléma. Segíteni szerettem volna. Csodálatosan szép nők a kedves magyar nők. Ez a nagy helyzet. Maradjunk ennyiben. Én már abban a korban vagyok, akitől elfogadhatják. Ez már nem az udvarlós kor. Vigyázzanak magukra. Természetesen a kedves férfi nézőim is, de szerintem nagyon sok férfi társam megerősíti azt, amit gondolok, vagy amit mondtam erről, mert hogy lányok, asszonyok, nagyon szépek vagytok, bocsánat, hogy tegező viszonyba kerültem most hirtelenjébe veletek. Vigyázzatok magatokra, és gondoljatok arra, hogy amikor az Isten megteremtett benneteket, akkor meg volt elégedve a művével, vagyis veled, kedves néző. Viszontlátásra!